és férfi kosárlabda NB1B piros csoportos mérkőzés, döntő második felvonás. Ugye az első mérkőzés egyértelműen az NK-nak sikerült jobban, de három nappal később, ma este már is itt a lehetőség a visszavágásra, és ahogy Szecsó Szekulovic mester fogalmazott, nem csak a visszavágás a cél ezúttal, hanem ugye az is, hogy megköszönjék a szurkolóknak, önöknek, nektek a fantasztikus szerdai szurkolást, úgyhogy ez is a tét ma este. Tisztelettel és szeretettel köszöntjük a kedves nézőket a PVSK YouTube csatornáján. PVSK Veolia NKA Pécs bajnoki döntő második mérkőzés következik hamarosan. Az első meccsen az NKA nagyon simán nyert, megőrizte egyelőre tehát pálya előnyét. Ma ugye május 20-a van, és a történelemben, hogyha visszatekintünk, május 20-án történt már egy más igen nagy dolog. Például 1498-ban Vasco da Gama ezen a napon ért el Indiát, vagy egy picivel később 1927-ben Charles Lindbergh ezen a napon szelte át az Atlanti-óceánt az égben repülve New Yorktól Párizsig, de 1795-ben Magyar Jakobinusokat ezen a napon végezték ki. Mellettem itt ül Vojtek Aurél, aki előtt ott van a szokásos kockás négyzetrácsos papír, rajta sok-sok érdekességgel. Az első kérdésem mégis az, hogy szerinted Atlanti-óceán átrepülés vagy vérmező következik? Szokták mondani, hogy még egyszer ugyanabban a folyóban mondjuk bele, olyan ott, hogy hangvánk hozzuk nézőkkel, és a harmadik tized után, amit a csapatot produkálta a NK-nál, akkor az egészen dobhatjuk a kukába. Szecsó Szekulovic a meccs után mondta, hogy szégyeli magát. Hát én úgy gondolom, lehet, hogy meg is jelen lett kevésbé, tehát az átérzik a srácot, és két csatát megjelentek már. Ami azért nem is egy kis statisztika, hogy a mi kezdőt egy 24 ponttal kapott keresztetre a helyző félidőre az átlagosnál. Tehát a ottani hazaiak 59-34-re vezettek az első, és ha ez egy 5 pontjuk, a miénknek 34 adókat. Tehát azt a 24-et hozzáadnak egy pontot, hogy a különbség. Én úgy gondolom, hogy majdnem mindenki tudást alapjátott, az ember nagyon fölszívta magát, nagyon jó védet tettek, és a harmadik negyed nem sikerült úgy vigye az eleje, hogy 13 múl volt 4,5 perc alatt, nem találtak rá miénk. Rossz tudottuk a 3 pontosokat, első félidőre egál volt itt az eladott labda, ott 9 eladott labdán, az ottani halajaknak 11, de a második félidőre sikerült 16-ot hozzátenni, így 25 lett az eladott labdány száma. 30%-osan dobtunk a mezőnybe, tehát ami
kritikán alul 25%-os a dobjuk a triplát, aminek akarja a csapatnak az egyik egyet. Tehát én úgy gondolom, minden egyetemben téve rosszul játszottuk. A mai mérkőzésen akár el is dőlhet, hogy ki lesz jövőre a csoportos, mert hogy a bőrben még egy mérkőzés, de ha most a miért nem nyernek, akkor nagyon-nagyon nehéz lenne innen még háromszor nyerni. Ugye, ami biztosan eldőlhet a mai mérkőzésen, az az, hogy lesz még egy meccs itt a Szamosi Nándor sportcsarnokban. Ha ugyanis nyer a Panthers, akkor mindenképpen lesz négy meccs legalább a döntőben, azaz visszatérhet még ide a BVSK csapata. Mindenképpen jobban kell védekezni, jobban dobni. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy tudjuk levédekezni a főső kettőt, amikor a center a főső törtéből megy egy ürjonát, és ott egy kisebb emberrel találkozott, és ott jól oldottak meg eddig a vendége, a center kettőre dolgaikat. Nem tudjuk meg a gyakorlatban, hogy Kovács Petrus elgyógyult, és ismét utat a kezdődésbe. Nagyon szeretik a játékát, amikor itt játszott. Szolnokon is kimagasztót gyűjtött, és most is a csapat egyik vezére. A hangulata biztosan nem lesz baj, már most kiváló itt a Szamosi Nándor sportcsarnokban. Gyorsan nézzük a két kezdőtöst. Az NKA-nál Kerpel Frónius Gáspár, Kollár Bence, Kovács Péter, Meleg Gergő és Nemanja Gyorgyevics, a PVSK-nál pedig Halász Ákos, Chase Hagler, Molnár Mátyás, Bíró Olivér és Horti Bálint. A labdát elsőre az NKA hozza el, Kerpel Frónius hozhatja előre már is az első vendégtámadás. Nála a labda. Kovács, egy bejátszás Melegnek, Bíró próbál rajta védekezni, Meleg azért befordul, szépen megugrasztott a bírót, és meg is van a mérkőzés első kettő pontja, Meleg Gergő szerzi, 2-0-ra vezet az NKA. Halász, Bíró, Hortinak a bejátszás, jó, Gyorgyevicsel nagy csatát vív, kiesik a labda a kezéből, aztán Kovács az, aki bevetődve megszerzi, Kerpel Frónius pedig már is nyargal erőre. Kollár. Halász próbál védekezni. A kosár jó, Kerpel Frónius két pontjával már is 4-0-ra vezet az NKA, és még egy büntetőt is dobhat a vendégcsapat irányítója. A kezdés egyelőre nem jó, vagy hát nem egyelőre, a kezdés nem jó, ezt most már nyugodtan mondhatjuk, bár még egy perc sem telt el a mérkőzésből. Nézzük Kerpel Frónius-t a büntetővonalról. Ritkán szokott hibázni, most sem teszi meg ezt a szívességet a hazaiaknak. Halász. Egy ideg nyugtató kosár jó lenne itt a első negyed elején. Harlerre megint nagyon vigyáznak. Bíró ráemel egy triplát, az elég nagy homály volt, és a labdát megszerzi Kerpel Frónius. Térül, fordul, fölteszi, de ez most túlment a gyűrűn. Horti jól védekezett. Halász. Molnár, közelebb megy, inkább kiosztja, de nem tudom, mi Halász. Na vissza, Molnárnak a sarokból, az jobb, mint az előző, de nem igazán jó. Horti nagyobb küzd érte, de végül Kollár el tudja hozni a labdát. Marad a 0-5. Az első PVSK kosárra, az első hazai pontokra még várni kell. Gyorgyevics, Kovács. Horti mellett fölmegy, fölteszi, szépen csinálta Kovács, 7-0, ha így folytatódik a dolog, akkor gyorsan jönni fog az időkérés. Halász, keresztpassz, Bíró megugrasztja az emberét, Horti kezéből kicsúszik a labda, Gyorgyevicsre ráfújják a személyi hibát. Hát, hogyha negyedik negyedben lennénk, akkor nem biztos, hogy most harsant volna a sípszó, hogy ilyen szituációban. Most minden esetre Gyorgyevicsre ráfújták a faltot. Halász. Horti. Harlerre nagyon-nagyon figyelnek. Piócaként tapadnak rá a védők. Egyedül maradt Halász, ráemeli. Az sem jó, az sem jó. Egyelőre semmi nem megy. Nem elkiabálva semmit, de mint hogyha ugyanott folytatódna a mérkőzés, ahol szerdán abba maradt. Mindegy, el kell vállalni ezeket a helyzeteket. Tiszta dobó helyzet, muszáj. Ha nem vállaljuk el, akkor még jobban megszólnak, és Hortinak kökenetek.
Kerpel Frónius. Györgyevics. Kerpel Frónius. Meleg. Rá fogja emelni, nem? Halász majdnem labdát szerez, de csak majdnem. Az lépés gyanús volt, de Györgyevics még meg tudja menteni. Kaszt! És be is dobja a végén. 9-0. Halász. Kap egy elzárást. Halász. Jó a leosztás. Bíró. Hardler. Menjen be. Nem megy be. Nem megy be. Nem megy be. Egyelőre semmi sem akar sikerülni támadásban a PVSK-nak, mert nem mintha védekezésben sokkal jobb lenne a helyzet. Kovács Péter, ő is betör, végigviszi Györgyevicsé a támadó lepattanó, végül róla megy ki, így át, közelebb állt a játékvezető, higgyünk neki. Volt a Kaurel pedig jobb szögben ült ezek szerint, hiszek neki. 0-9-nél Kerpel Frónius dobhatja be a labdát. Kilépett az oldalvonalon Kovács Péter, nem figyelt most oda ennél a bedobásnál. A pécsi szurkolók, na hát a PVSK szurkolók inkább úgy mondom, be kell venni, végig kell, hát nem merte föltenni Hagler. Talán majd Bíró, az sem jó. És megint Györgyevics hozza el a labdát. Marad a 0-9, Kollár. Kerpel Frónius, vissza Kollárnak. Horthy megpróbálja Meleget megelőzni. Egy kis lassításnak ez jó volt. Györgyevics és Molnár, hát egy kézzel kitolta onnan Molnárt. Ez a dobás nem jó, talán a lepattanót. Nem, az sem sikerül összeszedni. Kerpel Frónius, Meleg, végig fogja vinni, de túldobja a gyűrű, viszont megvan a labda. Hát ugye valami akkor ezerőt kell, hogy adjon. Hagler, Halász. Hagler kérni, Halász ráemeli, az sem lesz jó. 3,5 percnél is több telt el a meccsből, nincs még hazai kosár. Meleg, ha bemegy, akkor tripla, de nem megy be. Bíró Oliver elhozza a lepattanót. Na, most legalább védekezésben van egy kis tartás a PVSK-ban az elmúlt 1,5 percben. Hardler. Nagyon kellene már egy kosár. Bíró. Jó a bejátszás, Horthy végig kell vinni! Bedobja! Nem tudom, hogy valaha örültünk-e már ennyire első kosárnak. 4 perc telt el a kezdés óta. 2-9. A személyi hibát egyébként Meleg Gergőre fújták. És Horthy dobhat még egy büntetőt is. No, talán ezzel megtörik a jég. Nyilván Kovács nem fogja végigjátszani a mérkőzést. Közben Horthy első büntetője is a helyén. 3-9, 6 pont a különbség. Kerpel Frónius. Még mindig nála Györgyevics, nagyon messziről rámel egy triplát, kipördül a gyűrűből, és megvan a lepattanó Horthynak. Az első meccsen talán egyedül Horthy volt az, akit igazán dicsérni lehetett a PVSK-ból, hogy tényleg jól játszott, amíg erővel bírta. Most elveszíti a labdát, aztán rávetődik, és végül egy NK játékos lábát érte, ezt mutatja a játékvezető. Ez most egy olyan fújás volt megint, amit szerintem megköszönhetünk azért a játékvezetőnek, bár... Igen, de a Kótor Végert jól tűl a szükségben, látta, hogy a kezét húzták vissza a kóra. Nézzük a bedobást, majd Bíró Oliver hajítatja be a labdát. És hát ne csodálkozzunk rajta, Chase Hardlernek egyelőre nincsen pontja. Nagyon egyelőre még talán levegőt sem tud venni a pályán. Halász. Bíró. Egyedül marad, ráemeli. Nem jó, az sem jó. Egyszerűen kívülről egyelőre képtelen betalálni a PVSK. Benke, Kerpel Frónius. Ott marad a kezében a labda. Kollár. Kerpel Frónius. Menektől kapna egy elzárást, inkább Györgyevicshez passzol. Ritka az, amikor Györgyevics két triplát hagy ki egymás után, de most ez történt. Halász, Hagler, kiesik a labda a kezéből, jön a gyors indítás, és Meleg a végén le fogja zsákolni. Meleg 4 pontos, az NK 11-nél jár. 8-al vezet a vendéggárda, akkor, amikor az első negyed feletelt el.
folytatom? Igen, nem ilyen kezdés álmodottunk, ez az utolsói kélet, ez az olyan katasztrofális volt, hogy a Némoci, ugye most is van egy szűzős komisszár a játékjelet, hogy Goda László, Minár László, ugye a csoportos játékjelet, Horváth Csongor, és Dernei Gábor, ugye a komisszára, de megint van szűzős komisszár, sok csatát megért, ha már látod, barátunk Bajáról, és hát gondolom most jegyzetet egy kicsit, hogy Hárler, amikor ráestek, és abból szerezték meg a labdát, de volt határon végeteknek nagyon harcosan. Akkor jegyzem meg, hogyha ott nem sípolnak személyhiba miatt, akkor nem lépéshibát kellett volna fújni Hárler ellen? Megszerezték valamit. Hiszen felugrott, visszaesett. Ugye fociban van előszabály, itt is azt alkalmazták a játékát, hogy csak ez kosárlabda. Jó, lest még nem fújtak szerencsére. Nem megfosztjuk ki a bőrünket attól, hogy 6-0 tripla mutató, és én úgy gondolom, hogy a dobóhelyzetek mutatták, nem mutatták, ezeket jól a nehézségeket. Mert a gyűlöletben látjuk, hogy ott nagyon keményen védekeznek. Volt határon, agresszíven, hát nem tudom. Már meg a másik játékos fogja, egyelőre nem cserél Szreszko Szekulovics, a kezdő ötös maradt fönn a pályán a PVSK-nál. Hárler próbál üresre mozogni, de nagyon nehéz dolga van. Horthy, Hárler, Gyorgyevics mellett ráemeli középtáborról, az most már a helyén van! Az ötödik pécsi pont, az első Hárler kosár, 5-11. Na most egy jó védekezés kellene. Gerfel Frónius, kiesik a labda a kezéből, Kollár. Két dobás. Segítek! Molnár első személyhibája a mérkőzésen. Kifelé eldobta a labdát, tehát kifelé futott. Hát most nem fog távolodni, most egy helyből áll és úgy dobhat majd kétszer a Győrő felé Kollár Bence, miközben Lados Erik érkezik a vendégeknél a pályára. Német az első mérkőzésen meglehetősen súlytalan volt. Bízunk benne, hogy most a szokásosnak mondható tripláj közül egy-kettő behullik majd. Nagy szükség lenne rá. Közben Kollár első büntetője a helyén, még hogyha gondolkozott is egy kicsit a labda azon, hogy hova törvüljön. 5-12. A második már maga biztosabb. 5-13. Meszlényi Róbert is pályára lép a vendégeknél. Azért Libica Mavrenszky elkezdte variálni a csapatát. Frissességgel ott nem lesz gond. Halász. Igen, talán Hárlert egy kicsit hamarabb kellene a passzokkal megjátszani. Bíró dobása megint nem jó. Megint egy tiszta dobó helyzet volt, el kellett ezt vállalni, meg el is lehetett. Csak most már lassan be kellene dobni. Gyorgyevics. Benke, Meszlényi. A külső sort már ecserélte Mavrenszky mester. Gyorgyevics, Meszlényi. Térül fordul, Lados ráemel egy triplát, és ő be is vágja. 5-16, 10 pont fölé nő a differencia. Ennek így nem lesz jó vége. Halász. Középtáborról Halász, az már jó. Ha nem megy messziről, közelebb kell lenni. 7-16. Lados. Ugye Ladosra vigyázni kell, mert ha belelendül, akkor ő kintről nagyon-nagyon jó százalékkal tud célozni. Na most viszont egy jó védekezés Halásztól. A labdát végül megmenteni már nem sikerült, de legalább megakasztotta a vendégek támadását. Scherer Bálint érkezik a vendégeknél, és egy hazai csere. Bíró Oliver helyére Antóni család lép pályára. Nem, Melek még ott van. De most jött itt a Melek. Éppen Melek az, aki Horthy mellett próbál valamit kezdeni. Nem csak próbál. 6 pontos Melek Gergő. Bekezdett ő is. Horthy. Horthy megpróbál befordulni. Melek mögé lecsapkázták. Ez jó védekezés volt Melektől. Lados. Meszlényi.
egy keresztpassz Meleghez. Lépett közben Horthy, így van. Teljesen jogos a fújás. Tóth Norbert érkezik majd Horthy helyére. Tóth a második félidőben a szerdai meccsen jó teljesítmény nyújtott, egyedüliként igazából a PVSK-ból. Hát most a harcosságra nagyon nagy szükség lesz. 7-18-as állásnál. Hát azért a 10-ből jó lenne kijönni az első negyed végére. Mindenképpen kívülök a triplákat dobni, mert az átsegíti a csapatot a holdponton. Nyilván Antuni is ezzel a céllal érkezhetett a pályára. Meleg. Ójjaj! Úgy bizony. Pedig az induló csel az jó volt Melegtől, szépen indult meg, gyors volt az első lépése, de aztán... Megelőlegeztem a cseréjét. Hát mivel a második hibája, azért le is kell cserélni. Ráthvai az, aki váltja őt. Halászhozhatja át a felezőpontodon a labdát. Lados védekezik vele szemben. Tóth. Harler. Antóni. Német. Megindul középre Német. Összezárt előtte a retesz. Jogos ítéletnek tűnik így elsőre. Már az NK a szurkolóinak nyilvánvalóan nem tetszett. Csendben jegyzem meg, Rádgéber László olyan nagyon vehemesen nem reklamált. Tehát valószínűleg nem történhetett nagy baj. Mármint ami az ítéletet illeti. Na, most már minden rendben van, a játékvezetők is összenéztek. Antoni ráemelhet egy triplát, de az sem megy be. Marad a 7-18. Lados. Lados Erik még mindig. Halászt megveri, Tóth mellett bemegy. Kijön a labda, és megvan a lepattanó Halásznál végül. Antoni, jaj! Csak beijesztett Antoni, végigviszi, és az két dobás lesz így. Már föl akarta tenni Antoni Csanád, így van. 17-es? Akkor Benke fújt, kapta a faltot. Jön is a helyére, nem annyi a Gyorgyevics. Antoni pedig dobhat két büntetőt. PVSK-nál pedig Halász helyére Bíró Levente érkezik a pályára. Hát a védekezésére nagy szükség lenne, azért ő abban tud extrát mutatni. Miközben Antoni Csanád büntető vonalról eredményes. 8-18. Bő 2 perc az első negyedből. Így is kétszer annyi pontja van az NK-on. Scherer. Német labdát szerez, de aztán végül Harler nem tudja ezt a szabadon maradt lasztit megmenteni. Ráthvai pedig inkább visszafordul. Gyorgyevicsnek magas a bejátszás! Harler! Jó védekezés! Harler! Na most talán lendületet tud venni Chase Harler. Ott hagyják! Tripla! Tripla bizony! Chase Harler! 12-18. Györgyevics, Antoni védekezik vele szemben, egyelőre állja a sarat, Ráthvai, kimarad, és megvan a lepattanó. Harler, végig kell vinni, Harler, fölteszi, de nem megy be, de jön majd két büntető. Na, hát hogyha sikerül lendületet venni, akkor azért lehet zavart okozni az NKA védekezésében is. Lados Erik kapta a személyhibát egyébként. Chase Harler. Nagyon jól összezártak, mert Antoni maradott Zsuzsevicsnek, és Tóthon is nagyon jól összezártak. Egyből egy. 13-18. De mire kimondom már 14-18. És Chase Harler 8 fő, a szűk 9 perc alatt
jár annyi pontnál, mint 35 játékperc alatt az első meccs után. 7 pontot jelent ez. A kell, védekezésben szüksége van rá most az NK-nak. 14-18 találkozó állása. Veszélyi próbál meg bemenni Antoni mellett, de kimarad a közeli, a lepattanó pedig megvan. Harlernek vigyáznia kell, mert ketten is ott ólálkodnak mögötte. Harler. Neki is kezd megjönni a kedve. Igen, ott marad a labda! És Harler bedobja! Hiába vagyunk az első negyed utolsó egy percén belül, ki kell kérni az idejét Ivica Mavrenszkinek. 11 ponttal is vezetett már az NKA. Hát most már nem. A cseréknél, amiről beszéltünk, Piro Levent, Antoni bejöttek. Nem akarták megfogni a lepattanót, hanem a saját emberüket, a náluk magasabbak kizárták, és a beugró kis ember tudta elkölteni. Mert ha ugranak a nagyjal, esélytelen, hogy ők megfogják. Nagyon ügyesen kizárták, és látjuk, hogy gyors ellentámadásaiból tudunk pontot szerezni. És a nyolcadik után, Harlem is lehetett, de megadta a löketet. És hát talán neki is ad az egy nagy extra löketet. 16-18-nál 53 másodperc még az első negyedből, amikor Lados hozhatja föl a labdát a vendégek részéről. Kovács. Gyorgyevics és Antoni. Érdekes csata ez ott középen, Kovács nem meri ráemelni, inkább közelebb mennek, kiesik a labda a kezéből, és jöhet előre a PBSK. Kovács Peti betörését beakadályozott, és remélem észrevett, hogy ezúttal is Antoni talál volt ott. Két jó védekezés egymás után. Tolta, nem hagyta labdához férni. Hát Csaszitól most kellene még egy tripla, és akkor elkezdhetjük faragni a szobrot neki. Na jó, azért az még korai, de meglátjuk. Harler lej, ez kemény belépő volt. Jön majd két büntető, egyenlíthet a PVSK az első negyed végéhez közeledve. Chase Harler áll a büntetővonalon. 9 pontos egyébként Harler, a mezőny legeredményesebbje. Hát úgy látszik, ő is kezdi megtalálni az ellenszert a pióca védekezés ellen. Már csak egy a differencia. Reméljük, még nincs vége. Nincs. 18-18. A PVSK-nál pedig Takács Dániel érkezik a pályára. Harler váltja. Hát most megérdemli a szusszanást Harler. Nagyon beletett a közösbe, egy jó nagy adaggal. 18-18. Kovács. Gyorgyevics és Antoni megint. Gyorgyevics megpróbál befordulni. Támadó hiba. Második hibája Gyorgyevicsnek. Antoni pedig büszkén sétál előre. Andrija Csilics az öklét lázza. Nem véletlen. Ne legyen kétségük afelől, ha túloldalon van egy hasonló helyzet, akkor reklamálnák egy kicsit. Így viszont egy parádés védekezés volt. És végig támadhatja. És végig támadhatja ezt a 13 másodpercet a PVSK. Ugye faltolni valószínűleg nem fog az NKA, hiszen büntetőket dobhatna akkor a Bécs, mármint a PVSK. Németh dobhatja majd be a labdát az alapvonalról. Elég alacsonyabb sora a pécsieknek a pályán egyébként gyakorlatilag. Bíróval, Némettel, Takáccsal, Antónival, Bíró Levente. Térül, fordul a labda, kiesik a kezéből, de még megvan. Az még jó lehet Tótnak, elmozog az emberéről. De ez már időn túl lett volna. Hát, előzetesen
kihagytuk volna ezt az első negyedet, így utóra meg az első három perc után pláne. Ugye 9 tripla kísérletből egy hullott be eddig a PVSK-ra részéről. Volt, 8-12 a lepattanó arány, tehát ebben jobban áll az NKA. Mindösszesen 2 darab assziszt van a PVSK csapatában eddig, ami azért sokat mondó, és ez hosszú távon nyilvánvalóan nem lesz jó. Nagyon agresszív védekezésre kicsatolt be, hogy nem jutunk többi helyzetig, nem tudjuk megtartani. 18-18-ról folytatódik a mérkőzés, Bíró Levente hozhatja majd át a felezőben a labdát, de azért Kelper Frónius igyekszik megkeseríteni az életét német a labdával. Takács próbálna üresbe mozogni, német inkább betör, egy kiosztás Tóthnak, és van még 12 másodperc, 10 másodperc most már csak a támadó időből. Bíró Levente Tóthoz játsza be. Tóth és Kelper Frónius egy keresztpassz a sarokba, Antóni megugrasztja az emberét, középtávolról pedig most kimarad a próbálkozás, marad az Egár. De meddig, az a nagy kérdés. Meszlényi, Kelper Frónius egyedül marad, nem dobja be, és Antóni megszerzi a lepattanót, jól van. Takács. Egy kicsit Takács próbálja megnyugtatni a csapatot, nem kell rohanni. Tóth Norbert középtáborról bedobja, nem dobja be, és nincs meg a labda sem. Kerper Frónius pedig már is nyargal előre, Meszlényi. A háta mögött próbált egy kicsit trükközni, de éppen ez lassította le. És most rátvaival kell védekeznie középen Antóninak. Mondjuk ezt lehetett volna fújni Kovács-sal szemben, mármint hogy a pécsi védekezést, a PVSK védekezését. De Kovács Péter az, aki most betalál. Hosszú idő után újra pontot szerez az NKA, és ezzel egyébként vezet is a vendéggárda. Német, Tóth Norbert. Rátvaival küzd a rutin és a fiatalság párharcát, ezúttal az ifjonc nyeri. Aztán Bíró Levente, tiszteletem. És kettőt fog cserélni a PVSK, Német és Bíró Levente fognak lejönni, Harler és Molnár érkeznek majd a helyükre, hogyha minden igaz. De majd csak miután egyeztettem a játékvezetők, lehet a sportszerűtlen hibára fogják ezt fújni Bírónál? Igen. Jóha! Jóha! A két Budapest-től tudom, hogy játék vezető. Újra pályán és Bollár Márkás. És akkor most jöhetett a két hazai csere. Kerper Frónius dobhat egy büntetőt, pontosabban kettőt, és a labda is marad a vendégeknél. 4 pontos Kerper Frónius Gáspár, 18-21. Ritkán szokott rontani a büntető vonalról. Ma eddig 3-ból 3 a mérlege. 18-22, megint 4-jel meglép az NKA. Éppen Kerper Frónius dobhatja majd a oldalról a labdát. Kollár, Meszlényi, Kerper Frónius. És az egy rossz passz, Takács jól védekezett. Kovács Péter rögtön próbálja megnyugtatni egyébként
Gerber Frónius, miközben a PVSK-nál Tóth Norbert ül le a cserepadra, és Horti Bálint jön vissza a pályára. Molnár. Takács. Molnár. Középen helyezkedik Horti. Lábat ér a labda, úgyhogy oldalról jöhet majd a PVSK. Horti már fogta a pozíciót. Vigyázott arra, nehogy 3 másodpercet fújjanak, kilépett a festékből. Molnár pedig most bedobhatja a labdát éppen Hortinak. Hadler. Ajajajajaj! Széles volt, de még megvan. Takács. De a sarokba Antóni. Dobni nem tud. Középtávolról azért megpróbálja, de az sem jó. Meszlényi. Molnár. Molnár mellett indul el, Molnár, jó, bele tudott nyúlni Molnár, és megvan a labda is, Takács. Megint lábat ér. Kár érte, mert Antóni zicsel dobhatott volna. Ha nincs az a közbe nyúló láb, de volt. Antóni most pihenőt kap, Piro Oliver jön vissza a pályára. Így gyakorlatilag majdnem a kezdőötöse a PVSK-nak, ugye egyedül Halász az, aki a padon ülés helyén, Takács Dániel. Horti rögtön egy falt, Rátvaitól, emeli fel a kezét. Érdekes, hogy nem volt még játékban a labda, amikor történt a fal. Rátvai Balázs első személyi pálya. Egy-egy csapatibán áll a két együttes egyébként ebben a játékrészben. Horti mozgolódik Rátvai mellett, Horti egy forog, és be is dobja. 5 pontos Horti, 20-22. Nagy keresztem ponton. Meleg és Gyorgyevics is elmennek melegíteni. Meg Scherer is. Kovács középtáborról megint beleáll, de az most nem jó. És Horti elhozza a labdát. Takács. Jó! Oda nyúlt a Kortinak, de megvan a labda. Hadler ráemeli a triplát, és jön 3 büntető. Rájött arra Chase Hadler, hogy nem kell várni az üres dobóhelyzetekre, hanem ki kell erőszakolni minél több személyi hibát, és akkor jönnek a büntetők. Annál könnyebb dolga, mert ritkán van egy játékosnak. Érkezik a vendégeknél, nem mennyi Gyorgyevics. Gyorgyevics jön a pályára, Rátvai helyére. Hát Ivica Mavrenszky is érezte, hogy azért Horti mellett Rátvai egy kicsit súlytalan. Gyorgyevics nyilván más kategória. Áj! Kipördül a labda a gyűrűből. Ugye vezetést nem fogja átvenni a PVSK, ez biztos a büntetők után. De egyenlíteni lehet még, ugyanis 2 lehetősége van a Hadlernek. Az sem jó. Az egyik egy picit erős volt, a másik egy kicsit rövid. 3 az amerikai igazság, és mindjárt megtudjuk. Na! Az már a helyén. 21-22. Vezetni még nem sikerült a PVSK-nak ezen a mérkőzésen, persze bőven elég, hogyha a legesleg utolsó másodpercben. Kerper Frónius. Gyorgyevics. Kerper Frónius. Át! Ellökte könyökkel gyakorlatilag Takácsot, de mivel mozgásban volt Takács, ezért védőhibát ítélnek. 2 büntető következhet. Takácsnak az első személyi hibája volt a meccsen. És megint Kerper Frónius állhat oda a vonalra. Szecskó Szekulovics ad egy kis tanácsot közben Takácsnak, hogy hogyan kellene védekezni Kerper Frónius-szal szemben. Na, ilyet is látni, Kerper Frónius kihagy egy büntetőt. Az erre segített rajta vasutas gyűrű, most kikötte. De csak egyszer, 21-23, Takács. Bíró. Hadler kéri, és meg is kapja a labdát. Chase Hadler, csinálja neki az utat Horti. Bíró Oliver, Horti, Gyorgyevicssel szemben. Jó nagyot lökött rajta Gyorgyevics, de tovább megy. Horti! Kimozgatja a helyéről Gyorgyevicset, és bedobja. 23-23.
Györgyevics. Györgyevics várta a visszacsert, mert ott viszont a jobbra-balra bemutat, de most csak egy irányba megy. Gerber Frónius. Az jó védekezés volt, Takás pedig már is nyargalhat. Harler a háta mögött, Molnár lefordulna Kovácsról, de beleért még a PVSK. Nem, bocsánat, az NK a játékos, a Kovács. Elnézést is kér a játékvezetőtől. Reflexből reklamált egyet Kovács Peti, de aztán rájött, hogy azért csak nem kellene emiatt sportszerűtlet vagy technikait kapni. Harler. Ő! Ütközött egyet azért Kovács vállával. És a harmadik személy hibája Horthy Bálintnak. Horthy könyökölt oda, hogy Gyorgyevicsnek. Ez nem jó hír. Nem ám. Lehet, hogy még egy cserét is megérne a dolog, mert azért a második félidőben nagy szükség lenne még Horthy játékára. Marad a döntetlen. Igen. Úgy látom, a terv az, hogy mindig egy friss ember fogja Harlert. Eddig az elején jól működött, aztán annyira nem. Miközben Kollár tripla kísérlete kimarad, viszont így a labda a BVSK-é. Marad a 23-23. 5-5 eddig ez a negyed, pedig lassan a fele eltelik. Itt védekezésekről szól elsősorban a játék. Harler üresbe mozog, középtávolról beleáll, bedobja! És először a meccsen vezet a PVSK 25-23. Akár. Lados, Kollár, Györgyevics üresen marad. Jól védekezik Horthy! De még milyen jól! És a labda így végül a PVSK-é lesz. Három személyi hibával oda mert nyúlni, és a labdát ütött el teljesen tisztán. Hát igen, így nehéz. Aja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 j
volna, hogyha végig adják ezt. Most fújják le a játékvezető, Kerper Frónius maradt a földön, fölordított, följajdult azonnal. Az az érzésem, hogy ez egy combsérülés. Azonnal oda kapott a comb feszítőjéhez talán. Igen. Le is kell cserélni azonnal Kerper Frónius Gáspárt. Már reméljük nem súlyos, már elsőre nem nézett ki jól. Nagyon sportszerűen a pérjelzítás. Ahogy elfutott keresztben a palánk alatt, nem volt mellette senki, egyszerűen csak rosszul lépett, és azonnal a kezével kapott a combjához Kerber Frónius. Hát azért az komoly érvágás a vendégeknek, hogyha ő kiesik. Az egyik legjobb játékosa gyakorlatilag az teljes szezon nézve az NK-nak, Kerber Frónius. A labda minden esetre a vendégeké, 25-23-nál. Scherer hozhatja előre. Györgyevics nem tudja ráemelni, mert Biro ráront. Scherer. Lados. Meleg. Bele tud nyúlni Biro Oliver, még 5 másodperc. Scherer lefordul Biro mellett. Kollár végigviszi. Lázatér, és lejárt a támadóidő. Hát nem úgy jó, hanem tökéletes. Kovács Péter is érzi a kispadon, hogy szüksége van csapattársainak a biztatásra. Próbálja őket egy kicsit tüzelni. Tehát az, hogy szurkolók meg a PVSK játékosai tüzelik. Olyan arra számítani is lehetett, parádés hangulat a Szamosi Nándor sportcsarnokban. Kicsi a bors, de erős. Na, hát mondjuk ki nyugodtan. Hortin, Adler, Takács, középtávolról, az nem lesz jó, és a lepattanót meleg elhozza. Biro szeretett volna szabálytalankodni, de nem fújták le. Kollár. Lados. Neki már van ugye egy triplája a meccsen,
egyelőre nem is hagyják dobni, Gollár viszont beleáll, nem jó a dobása, és Bíró Olivér elhozza a lepattanót. Takács. Bíró. Harler. Bíró Olivér. Jó bejátszás. Hortinak fölteszi, kimarad az ittszer. És a végén mutatja, hogy arcon csapta ő Gyorgyevics. Az pedig egy... Kellett ez? Nem, ez nem sportszerűtlen hiba, ez egy sima fal. Hát mit akar? Fiatal, örüljön, hogy játszott. És reklamál. Ráadásul Meleg Gergő. Elérte a labdát, meg a kezét is, falt. Két büntető, így van. Megjegyzem egyébként, ez jó üzlet Harlertől, mert ugye a zsákolás az mindig meg tudja dobni a játékost egy kicsit lélektanilag, nem most ezt akadályozta meg Chase Harler. Meleg Ergő dobhat még egyet, 25-23-nál. Ő is ritkán szokott egyébként hibázni a villanyagban. De most kétszer is megteszi viszont a lepattanó Kollárnál köti. Scherer, Lados, Gyorgyevics rá fogja emelni, de nem dobja be, és Bíró elhozza! Sokadik lepattanója Bíró Olivérnek. Halász közben újra pályán a PVSK-ban. Pihenten. A félidő hajrájában, Halász. Bíró, ej, csúszik a labda egy kicsit. Jó a passz, Harler! Nem jó a tripla. Nagyon rutinos Bíró Olivér, mielőtt még nagyobb indulatok lennének. Azon a fősegít, igen, Scherert. Jöhet majd két büntető a vendégek részéről. Nagyon szépen kiáltották a srácok, áthoztak erre az oldalra a labdát, itt ment az akció, és átadták Harlernak, üres helyzet maradt. Kollár dobhat két büntetőt. De itt kicsit a múlt, mert a tavaly szintén hazai meccsen ugyanilyen volt, egál körüli állásnál kiadott Melegerdő 2-2-t, és akkor is a vendégek tették le a lepattanót. Túloldalra átjöttek, harciasabbak voltak a lepattanónál. Közben Kollár első büntetője jó. Ez a harmadik pontja Kollár Bencének 25-24-nél. És megvan a második is. 4 pontos Kollár, 25-25. Az utolsó 3 percen belül az első félidőben. Halász. Lába tér a labda ismét. 5-7 percelte, és 4-7 ez a megyen. Elképesztő. És nagyon feszült a játék egyébként. Érződik az, hogy mind a két csapatnak más-más okból, de rendkívül fontos ez a mérkőzés. Tóth. Harler. Bíró. Nem jó, az sem. Jaj, Halász majdnem labdát szerez, de Lados még megmenti. Lados középtávolról eldobja, de lejön, Meleg megszerzi a lepattanót, aztán faltot fújnak. Bíró második személy hibája a mérkőzésen. 25-25-nél. Mit szeretném elmondani, a bama.hu-n a legjobb színészekre lehet szavazni. Kultúra szerető emberként ez szerintem egy fontos dolog. Meleg Gergő pedig dobhat még egy büntetőt. Átverti a vezetést az NKA csapata. De nem veszi át, mert mind a két büntetője kimarad Meleg Gergőnek. Most 4-et hagyott ki egymás után. Marad a 25-25, ki tud elmozdulni a holdpontról. Harler nyakán lógtak, Molnár rámel egy, ez nagyon hosszú, ez nagyon-nagyon hosszú. Meleg hozzá a labdát. Ha átok ülni a PVSK játékosain, remek védekezés, úgy van! Remek védekezés, és
időt is kér Szecskó Szekulovics. Érzi most azt Szecskó, hogy kell egy kis nyugalom, és akkor előnyt lehet kovácsolni. Jól védekezünk, pont szegény mérkőzésen kellene egy-két megmutató tripla. Ez, hogy 7-7 az állás 8 perc alatt, most kutatok az emlékezetemben, azért jó pár mérkőzést közvetítettünk már az évek során Wojtek Aurellal, nekem nem nagyon van meg a fejemben olyan meccs, ahol... Akkor egyik csapat esetleg 7-et olyan volt már. Benne van, de az, hogy így kettő... Meg hát nem is női mérkőzésen vagyunk, tegyük hozzá gyorsan, nagyon nem. Hát ebből látjuk, hogy ez a csoportban való kerülésének. Ha nem is élet-halál kérdés, de valami olyasmi szokták volt mondani. És meglátjuk, hogy az időkérést követően a PVSK vezetőedzője Szecskó Szekulovics mivel készül és mivel küldi föl ötösét a pályára. Az biztos, hogy Német András jön. Nem csodálkoznék azon, hogy a németre kijátszanának egy dobást egyébként, mert ő még nem hajított ma rá triplát, és valakitől kellene. Óriási szurkolás a BVSK sportcsarnokával, 25-25-nél áll a csarnok. Áll a tapsonnak, pedig még csak az első fél időben járunk. Halász. Érzi mindenki, hogy kell a bíztatás. Harler. Halász. A keresztpassz. Német, inkább közelebb megy Német. Harler. Kettő másodperc. Harler. Nem jó. Nem jó, nem jó. És a lepattanót elhozza Lados. De nem jó a passz, és nem ér hozzá Halász. Halász beugrott a passzba, erre megemelték. Taktikusan visszahúzta a kezét. Hát, hogyha most lenne egy pécsi kosár, akkor itt robbanna minden. Halász. Halász Ákos még mindig. Jó a passz, Tóth! Megugrasztja az emberét! Jön a kettő büntető, és most el lehetne gondolkozni azon, hogy vajon sportszerűtlen volt a hiba, vagy sem. Ezzel nem kell gondolkodni. Ezzel nem kell gondolkodni. Meg kell fújni. A fölmutatót. Látta, hogy nem tud szerelni, erre két kézzel a nyakába esem. Fáj is Tóth Norbertnek, persze nyilván azért ő is egy... Persze, nincs ezzel baj, faut volt, elugrattott az ődő. De látta már, hogy nem tud szerelni. Na mindjárt kiderül, hogy mi a döntés sportszerűtleiben. Ja, lehet már! Serernek ez a második személyi hibája, és Tóth dobhat kettő büntetőt, mondanom sem kell szükség lenni rá. Na majd most! Ja, úgy van! Első pontja Tóthnak, meg lesz a második. Hát az... Az elég rövid, lett. Elment a 33-ban legalább nem nullázza le magát az ember. 26-25. Halász. Pozíciós játékra rendezkedik a PVSK, aztán most spriccel neki a többiek. Jó a passz, Bíró, Harler, egy tripla, de nem jó, de nem jó, de nem jó. Elesik közben Kollár, de még a labdát éppen időben át tudja hozni Benke. Marad a 26-25. Benke rámen egy triplát, kipördül a gyűrűből, megvan a lepattanó Tóthnak! És nem annyi Györgyevicsre fújják a harmadik személyi hibáját. Oda ütött a lepattanónak. Nem lehet jutalni. Na, lehet javítani Tóth Norbinak. Miközben az első félidő utolsó percén belül vagyunk. Ne is cserélni őt, Ivica Mavrenszky. Egy fontos hazai vezető. Persze nem jönnek büntetők, ezt gyorsan javítom magam, hiszen nem birtokoltam még a labdát Tóth, amikor már löpte őt. Györgyevics. Bíró. Német. Nem mer dobni Német. Támadó. Igen, jogos. Védőhibát fújnak? Nem, támadót. Támadó, igen. Persze. Miért akar bemenni? A gond inkább az volt, hogy kicsit későn jött a fújás.
És most Ivica Mavrenski tudja jól, hogy időt kell kérnie. Nagyon ideges az ő csapata is. Nyilván szeretné egy kicsit megnyugtatni. Igen, már fújható volt ez a bolcsak, azt mondja, miért nem állt bele, vagy adta volna tovább azzal a lendülettel a sorokba, ott volt Bíró Olivér, várta a tripla kísérletet. Menjünk a sűrűjébe, az nem nagyon működik soha. Nyilván sok NK a szurkoló is figyeli most ezt a közvetítést. Elnézést nem kérünk azért, hogy a PVSK felé húz a szívünk, de természetesen őket külön köszöntjük és üdvözöljük itt. Jó mérkőzés eddig jó nagyon. Színvonalas találkozó parád és védekezésekkel. És akkor elsősorban nyilván az NK a szurkolók figyelmébe ajánlom azt, hogy Gerbefónius Gáspár megsérült pár perccel ezelőtt, ha valaki esetleg most kapcsolódik be. A combjához kapott egy ártatlan mozdulat után, azóta is a padon ül. Egy nagy kötés van a jobb combján. Én nem hiszem, hogy ma már ő pályára fog lépni. Hogy a döntő további mérkőzésein mi lesz a helyzet, az nyilván majd kiderül a következő napokban. Természetesen jobbulást kívánunk neki, mielőbbi jobbulást. Az időkérés után pedig majd Kollár dobhatja be a labdát az alapvonalról. Ott van még Lados, ott van Scherer, Ráthai és Benke a vendégeknél, a Pécsnél Halász, Német, Harler, Bíró és Tóth a pályán. 34 másodperc a félidőből. De mindkét csapat bónuszban van, tehát faltotának dobászok vannak. Halász jól védekezik egyelőre, Benke a labdával, ő is jó dob kintről, vigyázni kell rá. 8 másodperc még a támadó időből. Lados nem merte eldobni, Benke már elfogja, mert muszáj. Nagyon rövid, és a lepattanó végül megvan. És a kitáról másodperc. Az utolsó dobás a PVSK-é lesz minden bizonnyal. Halász, Bíró, még 4 másodperc, nagyon messziről. Tóthnak megvan a lepattanó! És az utolsó másodpercben bedobja 28-25. Itt a vége az első félidőnek. Mit tudsz mondani? Nagyon küzdöttek a csapatok, valóban a védekezés dominált, és 10 hét lett, igen, ez a negyed, ahogy mutatod, és ezért mondom, a védekezés dominált, hát hasonló nagy csatára van kilátás a második félidőre is, jobban mehetnek kérni a srácot, eszik ezt a nézőt, de sűrűs, és ha valaki a képernyőn látja az eredményt, akkor ne gondolja azt, hogy negyed szünet van, nem, a fél időnél tartunk. 28-25-re vezet, 20 percnyi játékot követően a PVSK Veolia. Innen folytatjuk egy kis szusszanást követően.
Bő egy perc múlva kezdődik a második félidő a PBSK Veolia NK Bécs mérkőzésen. Gyorsan elmondom, hogy a szünetben Kerper Frónius Gáspár végig a kispadon ült, és hát egyrészt kezelgették a combját, másrészt próbálgatta a lábát. Nem úgy tűnt, mintha minden rendben lenne. Egyelőre ennél pontosabb diagnózist innen a távolból nem tudunk mondani, meglátjuk, hogy ő még visszatér-e. Én magam egy kicsit csodálkoznék rajta, hogyha igen, de persze ez egy bajnoki döntő, ne felejtsük el. Stromi a félidőben 3-mal vezet a PVSK. Ugye Szerecskó Szekulovics azt mondta, hogy teljesen mindegy, hogy 30-al vagy egy ponttal nyer egy csapat. Most úgy érezzük, hogy mintha igaza lenne. Lehet, hogy igaza van, bár az a Hüstolt az demoralizáló, hogy tud lemezei csapatnak lendületet ad. A másikban a mosoly vágyat ébred. Nem felejtsük, hogy a szerzai mérkőzők 1964-ben a OMK-ból 5-en is 10 pont fölött dobta. A többszerű üvelő Horti volt, aki 10 pont fölött dobott. Most ezzel mondani sem merem a százalékokat, miközben online magyik autót. PVSK oldalon 14-1 a tripla, a vendégeknél 11-1. Azt hiszem, hogy nem kell nagyon ragozni a dolgot. Valószínűleg az dönthet ezen a meccsen, hogy ki kezdi el bedobálni a triplákat. Kovács. Térül, fordul, Tóth mellett, betör, fölteszi, bedobja. Kovács Péter kosarával indul a második félidő. 6 pontos Kovács, 28-27. Halász. Nyilván hazaiaknak nem lenne jó úgy kezdeni, mint az első negyedben. Hagler. Bíró Oliver, Kollár védekezik vele szemben, Bíró próbál közelebb menni, kipördül a labda a kezéből, de még megmenti, aztán jön a falt. Kollártól a második személy hibája a mérkőzésen. Úgy látszik, a játékvezetők itt a negyed elején egy kicsit meg akarják fogni a csapatokat. Én úgy gondolom, hogy lehet, hogy mérkőzés közben kicsit fölemelem a hangomat, de egyensúlyba tartják a mérkőzést, mert nem gondolom, hogy bármi maradunk rájuk. Annak jelenleg szeretne, nem úgy látszik, ahogy ők látták, de én azt gondolom, hogy nagyon egy oldalt vagyunk. Halász Ákos közben 30-27-re módosítja az állást. Megint 3-mal vezet a PVSK, és a második negyed pontterméséhez képest most robognak a csapatok, de a tripla még mindig nem megy, most Kovács hagyta ki, aztán Tóth szabálytalankodik, nem, Halászra fújják talán. Igen, utána ment, és hátulról. Igen. Tanszalan volt az a szerelés, kísérlek. Két büntetőt dobhat Meleg Gergő, lehet, hogy Halász úgy gondolkozott, Meleg már hagyott ki 4 büntetőt a meccsen, hát a most is. És ugye Halásznak még nem volt személyi hibája. Na most már ez bedobja Meleg Gergő. Az első negyedben 6 pontot dobott Meleg, utána egyet sem. Most megvan az első a második félidőben is. 30-28. Az pedig rövid, és a lepattanót elhozza Tóth. Ezek nagyon kellenek, mert a félidőben 28-19 volt a lepattanó arány az NK a javára. Az eladott labdák viszont 6-12 a PVSK javára. Hagler, három ember mellett beviszi, jön két büntető. A bajnokság során ezek úgy mentek, hogy góljó is egy dobás, góljó is egy dobás. Hát ez egy finálé. És nyilván nem a megbánta senkit, ez nem a Fót és nem a Cegléd, ez az NK a Pécs. Chase Hagler a büntetővonalon. Jaj, kipördül. Séró gyorsan belövi Chase Hagler. Az előző negyedben 3 kísérletben csak egy van. Na majd most. 15 pontos Chase Hagler, 31-28. Hasítanak a csapatok. Kovács. Meleg. Vissza Kovácsnak, két ember mellett. Nem jó a passz! De menti még a labdát Lados Kovács. Megelőzi őt Bíró, és megvan a labda is! Mekkorát vetődött, és sportszerűtlen hibát ítélnek a játékvezetők. Úgy ítélték meg, hogy Kovács még utána nyújt Bírónak. Én megmondom őszintén, nem láttam ezt. 2-1 a szalat után emberkorba voltunk. Halász dobhat minden esetre. De ez a Bíróri és élet elvetődés a félelmetet.
jelzi azt, hogy mennyire fontos ez a mérkőzés a hazaiaknak. Benke jön közben Kovács Péter helyére, őt cserélelem most Ivica Mavrenszky, pedig éppen Kovács volt most ebben az első két percben az a játékos az NK-nál, aki látványosan igyekezett hajtani a többieket. Hát, na mindegy, nézzük inkább a büntetőket, Halász első dobása jó, 5 pontos Halász Ákos. Most már 6. 32, sőt most már 33-28. Ekkora különbség még nem volt a hazaiak javára a mérkőzésen. De hát lehet ezt még tovább is fokozni, Tóth Norbert. Inkább úgy mondom, kellene tovább fokozni. Hárler középtáborról. Bedobja! Bizony! Kész fölött, 35-28. 7 közte. Meszlény. Molnár tolja el magától, és még mindig Meszlényinél a labda. Jaj, de jó védekezés! Halász! Jaj, az egy kicsit talán elhamarkodott passz volt, de rálépett a vonalra Lados Erik. Ugye labda marad a PVSK-nál. Hát igen, kintrületett lendületet Lados. Nyilván már ő sem tudta befolyásolni ezt a mozdulatot, nem is reklamál utána. Első figyelmeztetés közben Szrecskó Szekulovicsnak. Ha jól láttam. Megmondom őszintén, nem tudom most mit mutat a játékvezető. Egyeztetett valamit az asztallal. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy nem birtokolták a labdát. Hárler középtáborról megint az nem jó, és a lepattanó Meleg Gergőnél. Kár érte. Meszlényi. Középen helyezkedik Serer és Meleg. Meleg bemegy bíró mellett, de kihagyja a közelít, viszont megszerzi a támadó lepattanót. Hát igen, ebben, ha valamiben ebben nagyon jó Meleg Gergő. Meszlényi közben középtáborról nem jó a dobása, és megvan a labda bíró Olivernél. Hárler. Molnár. Vissza Hárlernek. Molnár. Ráemeli kintről. Molnár. Jaj, kipördül ez is. És Tóth végül nem tudja elhozni a labdát. Lados pedig sprinterhet, végigviszi. Mekkora szerelés Hárlertől! Molnár. Meg kell állni, meg kell nyugodni egy kicsit. Tóth. Marad a 35-28 most, az NK nem tud elmozdulni erről a 7 pontról. Tóth Norbert, bíró. Volt egy kis helye, de inkább megpróbált középre menni. Lábat ér a labda, és marad a PVSK-nál. Ivica Mavrenszky pedig reklamál. Tóth. Halász, ej! Hiába izzadtak a játékosok, csúszik a labda. Az bőven elég. Tóth Norbert. Tóth. Lefordul Melegről, és bedobja Tóth! De még hogy? 37-28! Lados, 9 pont a különbség. Meleg. Lados, vissza Melegnek. Tóth mellett, és Tóth-tól jön a személyi hiba. Abba a pillanatban kettős dolog. Ha persze. Azért nem volt mit vitatkozni nyilván. A PVSK-nál pedig Németh András váltja Molnárt. Molnár kap egy elismerő Tasnyit Szrecskó Szekulovicstól, megtette, amit megkövetelt a haza. Kovács Péter pedig jön vissza a pályára. Nyilván Kovács a sérülését követően egyhuzamban nem tud annyit fönnmenni. Kell néha egyet-egyet szusszannia. Most éppen ő az, aki közelebb megy. Jó a kiosztott labda. Meszlény nem tud dobni. Halász pedig megint ott van és szívja a vérét. Meleg Gergő, 3 emberrel a nyakán. Meleg. Egy kiosztás. Meszlény közelebb megy. Beletelt a támadóidő. Nem érvényes a kosár. Jöhet a PVSK támadása. Eddig ez a negyed 9-3. A
védekezése a PBSK-nak maradt ugyanazon a szinten, mint a második negyedben. A kérdés, meddig lehet ezt tartani? 37-28. Halász. 6 perc az első, a harmadik negyedből. Bíró Olivér forgolódik, még mindig bíró. Inkább oda teszi Tóthnak, középtávolról. Dob! Dob Norbert! Időt kér Ibica Mavrenszky. Hát, ha valakire, akkor valószínűleg Tóthra nem gondoltak a túloldalon sem, hogy ő lehet a Jolly Joker. Tehát eddig itt a második fél időben ő a Jolly Joker. És ugye emlékezzünk rá, hogy az első negyedben volt olyan, amikor 18-7-re vezetett az NKA. Hát azóta, hogy is van ez? 32-10 a PVSK-nak. Igen, azóta nézünk. Hát gyakorlatilag az elmúlt 14 percben, több mint 14 percben összesen 10 pontot tudott dobni az NKA Pécs. Nagyon masszív védekezés a mindkét oldalon. Györgyevics váltja közben meleget a vendégeknél. A PVSK-nál pedig német Tóth, Bíró Olivér, Hagler és Halász a pályán. Lados. Megkapja Györgyevicstől Lados. Lépked, fölteszi, kihagyja, a lepattanót pedig elhozza Tóth. Györgyevics még megpróbált oda piszkálni, de nem járt sikerrel. Halász, ott a falt, Ladosra fújják. 39-28, 11 ponttal vezet a hazai csapat akkor, amikor még 5 perc van a harmadik negyedből. Három játékosnak a három pontja a vendégeknél. Halász. Érthetően nem sietteti a játékot a PVSK. Tóth, német a sarokból, egy tripla, az bizony, egy tripla! Megtört a jég, 42-28, német András! Meg kell lovagolni ezt a hullámot, nincs mese. Benke, Tóth próbál belepiszkálni. Benke, inkább közelebb megy, Benke két ember mellett. Ez védőhiba lesz Harlerre. Ha minden igaz, igen. Mint hogy a hátnet, igazad van, bocsánat. Tóth Norbert második személyi hívája. Mutatja a játékvezetőnek, hogy nem ő volt a szabálytalan, de hát most már ennek nincs jelentősége. Kovács Péter. Kovács. Végigviszi, kihagyja a dobást, és... Hárler oda nyújt. Igen. Második személyi hibája Chase Harlernek, 42-28-nál Kovács Péter dobhat két büntetőt. Ebben a negyedben eddig 3 pontot szerzett az NKA, 2-t éppen Kovács Péter, 1-et büntetőből meleget. De hát egy sikeres vendégbüntető nem kapcsolja ki a PVSK szurkolókat. Szólnak a dobok, harsognak a torkok. Kovács Péter közben a második büntetőt is értékesíti. 42-30. Német, Halász, Harler, vissza Halásznak. Tóth, Kovács mellett, Tóth, le a sarokba, Német, onnan is bedobja. Onnan is! Onnan is! 2-2! Német! Meghallotta, úgy látszik, 45-30, Lados nem tudja ráemelni. Na majd Benke, ő inkább közelebb megy. Kovács Péter, Lados, Tóthot mozgatja meg, végigviszi, bedobja, szépen csinálta. Lados Erik, 5 pontos ezzel. A játékvezetők kérnek egy törölközőt.
Úgy látszik, nem csak a fiúk, hanem a labda is izzad. Forró a hangulat a Szamosiban, szó se róla. 45-32. Kicsit az atmoszféra hangot felerősítettük, hogy mindenki hallja. Milyen hatalmasan drukkolnak ma is a BVSK szurkolói. Tóth Norbert pedig dobhat két illetőt. Meleg váltja közben Benkét a vendégeknél, és Tóth Norbert jöhet két illetővel. Szép! 6 pontos Tóth Norbert. Javítom magam, már 8, bocsánat. Nem, 9! Megállítják a játékot a bírók. Egy kis egyeztetés, Kovács Péter kérte, hogy sportszerűtlen legyen, de hát ugye Dévényi Tibor nincs itt a csarnokban. Úgyhogy nemhogy három, de egy kívánság sincs, a játékvezetők döntenek. Szrecsó Szekulovics pedig nyugtatja egy kicsit a kedélyeket. Lados Erik állat a büntető vonalra. Az elsőt be is dobja. A második viszont nem jó. És a lepattanót ért meg küzd bíró Olivér. Az igen. Át kell vinni, segíteni kell neki. Megoldja végül, Halász. Hárner üresen állt. És hozzáér a labdához Meszlényi térde. Igen, most egy kicsit csínybe vitte be a labdát Halász, nem nagyon tudott hova passzolni. Szerencse is kell. Magas emberek voltak közben, ugye most két magas kettő szerintem ott van. Harler, 47-33-nál. Német, megugrasztja az embert, közelebb megy, Tóthnak a jó leosztás, és kiadja az itzert. Györgyevics mellett nem tudta bedobni. Lados. Györgyevics, Kovács, le a sarokba, Meszlényi. Ó, az kemény. Az kemény belépő volt Némettől. Jöhetnek a büntetők. Meszlényi áll majd a vonalra. 3 perc még a harmadik negyedből. És Tóth Norbert helyére érkezik Horti Bálint. Nyilván Norbi is kihajtotta magát alaposan az elmúlt percekben. Nagyot küzdött. Fért a sapkától az előbb, a szerelésből is mutogatott. Gyorgyal is nem ugrik, mert 3 faltja van. Akár csak Horti Bálintnak, aki most visszajött a pályára, tehát neki vigyáznia kell, figyelnie kell. 14 ponttal vezet a PVSK Veolia, de ezt most 12-re faraghatja a vendéggárda. Faraghatná, de Meszlényi. De az első pontjára lehet, hogy nem, mindjárt megtudjuk. Az már jó. Egy gyors indítás, Harler, hát lehet, hogy rá is lehetett volna emelni, Halász, vissza Harlernek, egyedül marad, Harler, nem dobja be, egyszerűen nem akar menni, hát akkor oda kell adni Németnek. Lados, meleg, bíró védekezik vele, kiesik a kezéből, micsoda küzdés, Némettől. Visszaadják a labdát a vendégeknek. Melegi Ergő hátulról megtámadta a Németet, abba csúszott el. Bíró Lévén is ezzel a kamája játszott.
14 másodperc a támadó időből Meszlényi a labdával. Lados vissza Meszlényinek. A büntető vonal magasságából dob, de az nem jó. A lepattanót Bíró Oliver hozza el. Halász. Halász, még mindig halász. Inkább kipasszolja Harlernek. Harler fölteszi Gyorgyevics mellett és bedobja. Chase Harler. Nem ilyet meg az árnyékától. És technikait a Divica Arenszkinek a játékvezető. Nem volt megelégedve a játékvezető ítélettel Ivica Mavrenszki, ennek hangot is adott, ugye Lados Erik került a földre, támadó hibát reklamáltak a vendég padon. Azért olyan nagy probléma szerencsére nincs. Nem lehet támadó holtot, jól van hasra. -34 minden esetre dobhat majd még egy kvázi bónusz büntetőt Chase Harler. A technikai miatt. És eddigi legnagyobb különbség alakulhat ki, 16 pont lehet közte, ha bedobja Chase Harler ezt a büntetőt. A kérdésé, bedobja-e? Ma azért az ő esetében a büntetőknél ez mindig kérdés. Hát most éppen nem. 49-34. Meszlényi, ötöse Kazi Balázs is pályán közben a vendégeknél. Ott van Kovács, Meleg és Gyorgyevics, a PVSK-nál Bíró, Németh, Harler, Horthy és Halász. Nem volt jó a passz, Horthy jól védekezett. El tudta nyomni Gyorgyevicset, aki így nem is érte el ezt a labdát. Halász. Na most kellene egy... Most kellene egy ideig nyugtató tripla. 49-34-nél. Németh. Az most kipördül, de bele tud kapni Bíró. Halász, le a sarokba. Németh most már nem merte eldobni. Na majd Bíró Oliver, de az meg nem jó. És a lepattanót így elhozza. Nem hozza el az NK. Rá tudta Harler kattintani a labdát. Meszlény lábára, így marad a hazaiaknál. 49-34. Halász. Németh András, Bíró. 12 másodperc a támadó időből. Horthy. Németh. Rámeli. Németh! A harmadik triplája! 52-34! Csak kérni kell! Hát kérek én mást is! Meleg. Gyorgyevics középtávolról bedobja. Azért ha ennyire üresen van a Gyorgyevics, akkor nem fogja elrontani. 52-36. Halász. Bíró Oliver. Vissza Halásznak. Középen nagy birkózás. Horthy megkapja végül a labdát. Még mindig ő, 8 másodperc. Gyorgyevicssel nagy csatát vív. Eltopogta. Rosszabban kellene járatni a labdát, mondanék, és sokan mozogni a zónánál. Mert ha csak állunk és pattogtatjuk, megkövítjük a védő dolgát, megkövítjük. Lados a labdával, jöhet az NK akkor, amikor már a harmadik negyed utolsó percén belül vagyunk. Lados. Gyorgyevics, vissza Ladosnak. Halász mellett menne el, de Halász mellett ma nem lehet elmenni! Halász! Parád és labdaszerzés újra. Harler üresen kilép, megmozgatja egy kicsit Meleg Gergőt. Azt el fogja dobni Harler, ezt most mondom neked. Nem, inkább Halászhoz. Az gyenge, de Horthy összeszedi. Pontosabban Harler szedi össze, de Horthynak köszönhetően. Németh. Megint ráemeli. Németh! A negyedik triplája Németh Andrásnak! 55-36. Lados. Rámeli ő is kintről. Nem jó a dobása! Itt a vége a harmadik negyednek! PVSK Veolia NK a Bécs. 55-36. Egy kicsit beszélj te is, Tomi, mert a hangomnak pihenőre kell vonulnia. Jó.
Behozták Gyorgyevicet és Melegedet, és nem jutottak közelebb. Tehát nagyon-nagyon jó volt a csapat védekezésük, és átálltak zónába, időnként rosszul támadtunk, mert nem járhattunk elég gyorsan a labdát, megpróbáltuk be csúszkolni a zóna közepére, de azt előtt az ellenség németnek a négy darab triplája, tehát öt kísérletből, ez nagyon finom, ezt hiányoltuk, hogy a mérkőzés során, meg a múltkori mérkőzésen. Lehetne mindegy, hogy kizogja a triplákat, csak menjen be. És a zóna ellen, ez a legkönnyebb. Ne kell verni a triplákat. 27-11 az előző negyed a PVSK javára. Azért az erős váltás az első fél időhöz képest. Az első fél időben a PVSK összesen dobott 28 pontot. Igen, és hogyha mindig visszatérünk a Kályához, a 18-7-hez, mikor az NKA vezetett 18-7-re, de hát nem elejtsük el, hogy nagyon kemény ellenféllel van dolgom, és még 10 perc, nagyon hosszú 10 perc is szabad. Nagyon nehéz 10 perc, azért ne vegyünk arra mérget, hogy ez egy biztosan megnyert meccs lenne, szó sincs róla. Az NKA Pécs, hogyha lendületbe jön, akkor nagyon nagy dolgokat képes csinálni. Nem szabad hagyni, hogy lendületbe jöjjenek, ennyi. Ez nem húhogás volt, csak a 20-as számnak a ritmikus skandálása, 57-36. Kovács Péter, jaj, de szépen csinálta ezt Kovács. Halász, bíró Olivér. Visszahalászta. Muszáj. Jó a passz, Horthy végig kell vinni! Nem tudja bedobni Horthy végül! És megszerzi a labdát a vendéggárda, Kovács Péter. Gyorgyevics. Az támadó hiba. A negyedik személy hibája nem annyi a Gyorgyevicsnek ráadásul. 57-38-nál. Hát... Nyilván hozzá kell tenni, hogy egész más lenne a leányzó fekvése, a Kerpel Frónius Varázs nem sérül meg az első fél időben. Másképp nincs, aki úgy mozgatná a csapatot. Így most gyakorlatilag Lados az, aki helyettesíti Kerpel Frónius szinte csere nélkül, irányítva az NK-at. Német, Bíró, Halász. Én mindig Halász a labdával. Horthynak a bejátszás Meleg mellett, Horthy nem megy be, de jön két büntető, és Melegnek ez a harmadik személyi hibája, ha jól számolom. Gyűlnek a faltok a vendégeknél is, és Horthy Bálint dobhat két büntetőt. Az előző négy triplának köszönhetően. Mennek is be a labdák egyből a palánk alá. Horthy. A vendégek dobszólója szól, tehát Horthyt nem találtak. Egyelőre legalábbis nem. Egy válogatott játékos ne is zavarjon. 59-38. Meleg. Kovács. Kollártól egy külső, az elég gyengére sikeredett, de Meleg összeszedés behúzza. Meg kell hagyni, ez gyönyörűen csinálta. 59-40. Át kell hozni. Át bizony. Sikerül. Halász. Valaki segíthetne neki, de nem tud. Meleg Gergő. Azt is behúzza. Azonnal időként Szecskó Szekulovics. 59-42, 17 közte. Szecskó Szekulovics. Megpróbálja elejét venni a további problémáknak. Igen, ugye átültek emberfogásra, és a labda felhozatalnál itt próbálták Balázs csatlázni, és Balázs még egy másodperc előtte látta, hogy ki van ott üresen, adta oda be a középre a labdát, de ezt melegedő nagyon jól olvasta itt. Végül.
csúcsot a lelátón közben, a két végközép között. A Nemzeti Kosárlabda Akadémia ifistái és a PVSK végközépje között. Ez a rövid csata, ez egyébként egál volt nagyjából. A nagy egészet nézve a mérkőzésen azért nyilván hazai fölény van. De ne kell hagyni, hogy a vendégszurkolók sem adják föl, még úgy sem, hogy 17 pontos hátrányban van a csapatuk, úgyhogy minden elismerést megérdemelnek ők is. Kérnek egész pályának. 59-42-nél át kellene hozni a labdát. És ott a pol. Nem támadó hibát ítélnek a játékvezetők ellen. Olivér végül elfogadja az ítéletet, ha jól látom, már odahívják őt a játékvezetők. Figyelmeztetik is, hogy nem kell itt a feszültséget szítani. Benke és Bíró megbeszélik a dolgokat, hát ők játszottak egy csapatban is. A negyedik hibája ez Bíró Olivérnek, kár érte. Nem kellene hagyni, hogy lendületbe jöjjön az NKA. Kétségtelen tény egyébként Bírónak a keze az mozdult. Ezt most így látták. Benke. Pollár. Horti védekezik vele szemben, de nem jó a passz. Kovács még megmenti. Pollár. Végig tudja vinni? Nem tudja. És végül a hazai játékost a Horti Bálintnak fogják szerintem a személyi hibát befújni. Igen, 95-ös a negyedik hibája ez Hortinak. Meleg Gergő dobhat majd két büntetőt, 59-42-nél akkor, amikor 7 perc, 51 másodperc van hátra a mérkőzésből. És megint egy törőközőt kérnek a játékvezetők, a labda nagyon csúszik. Talán a kedélyek, tehát biztos, hogy csak a labda. Gondoskodnak róla, hogy ne nyugodjanak meg a kedélyek. Meleg Ergő most kap hideget, meleget. Így kell büntetőznie, de hát jó játékos Meleg Ergő. És ezt most a büntető közben is bebizonyítja. Az első jó. 59-43. Ebben a negyedben 4 pontot tudott szerezni a PVSK, bár most kimarad egy büntető melegtől, Horti elhozza ezt a nagyon fontos lepattanót. Bíró, kicsit meg kell nyugodni. Német, jó, alásznak még jó volt a passz Horti. Kiveszik a kezéből. Ez nem volt lépési baj játékvezetőnél, Meleg Gergő közben. Adó. Igen, és a negyedik hibája Meleg Gergőnek. Nem érte egyet az ítélettel Meleg, de hát szerintem ilyen helyzetben senki nem értene egyet semmilyen ítélettel valószínűleg. Egyeztet még a játékvezetővel, aki végül meg tudja győzni arról, hogy az ítélet jó. Hát hogy jó vagy nem, azt nem tudjuk, minden esetre ez történt. 16 ponttal vezet a PVSK. Nagyon lassan peregnek a másodpercek. Ó! Oh! Ez merész vállalás volt Harlertől, de megoldotta a PVSK. 59-43. Harler. Német. Falt. Kollára fújják. Igen, pont a keze valóban csak lábbal akasztott. Neki is a negyedik hibája. Igen, most majd mutatja, hogy benne valóban fény, majd csak lábbal belépett elő. Igen. Megint jól jön egy időmutató itt hazai kosár. Azzal is meg tudok békélni, ha német ötödik triplája mondjuk. De egy csúnyácska dupla is gyönyörűvé változna. Halász, Horti. Középtáborról eldobja? Nem. Inkább vár. Harler, 5 másodperc. Az dobni kell, nincs mese. Ó, bele tudnak nyúlni, és megvan a labda Kovácsnak, de kiesik a kezéből. Harler fölteszi ballal, bedobja. 61-43.
Lados. Egyedül marad. Vigyázzik el, ő is jól dob kintről. Lados. Megtáncoltatja Hortit, és kihagyja végül az Itzert, de megvan a támadó lepattanó Melegnek. Ő pedig visszateszi. 61-45. Elcsúszott közben Horti. Két büntető lesz. Halászra fújják. A támadó után ez már nem lehet évekülni, mert ötödik lett volna. Halászál természetesen. Ez a harmadik személy hibája Halász Ákosnak. 61-45-nél két büntető dobhat Meleg Gergő. És még közelebb férkőzhet az NK a PBSK-hoz. 16 pont jelen pillanatban a differencia a két csapat között. A hazaiak javára. És közben Scherer, Neszlényi és Györgyevics készül beállni hamarosan a vendégekhez. Nézzük Meleg Gergőt, gondolom ő fog egy kis pihenőt kapni. Még a hajrá előtt. Az első büntetője jó. Ebben a negyedben 8 pontos Meleg, ő tartja a versenyben még, vagy ő tartja életben a minimális reményeit az NKA-nak. De azt megint kihagyja, a második nem jó, Benke viszont támadó lepattanót szerez. Kollár, Lados, Benke, Horti ott van vele szemben, nem akarja engedni, hogy triplát emelje rá Benke. Megveri Hortit, fölteszi, bedobja. Az első pontjai Benkének, és egyelőre most ezekben a percekben még a labda főhozatallal is gondjai vannak a PVSK-nak. Hadler, 61-48. Hadler és Benke. Hadler. Halász. Három ember mellett Halász. Kiveszik a kezéből, hozzáért még egy NK a játékos. 4 másodperc a támadó idő. Elég az. Valaminek. Németnek egy triplára. Hát ez mondjuk a bedobás után egy passz nagyjából. És dobás. Bíró időként. Lehet, hogy még annyi se kell, kihagyja sajnos Bíró. És a labda megvan Ladosnak, jöhet előre az NKA. Kell visszaiszkolni. Lados közben Harlerre nagy csatát vív, és megvan a labda, megvan a labda! Halász! Harler nagyot védekezett, Halász! Megugrasztja az emberét, aztán végül Kollár üti el. Halász nagyon szeretett volna egy faltot, azt hiszem. Ő fogja bedobni a labdát az alapvonalról. Végül meg kell nyugodni, nem szabad idegeskedni. Nyilván könnyen mondom ezt innen föntről. Úgyhogy még nekem is nehezemre esik. Pedig gondolszunk csak egyetben. Ha még az is lenne. Tőlem várják. Harler középtávolról. Nem dobja be. És nagyon sok a hiba a hazai játékban, Meleg pedig ezt is bedobja. 61-50, Harler végig viszi, falt, két dobás. Harler nem szerelhet tisztán, nem férhet oda labdához. Kire fújták? Meleg Gergőre, kipontozódott Meleg Gergő. Komoly érvágás, az NK-nak Kertel Kronius után, aki sérülés miatt esett ki most, Meleg Gergőről is le kell mondani, a Ibica Mavrenszkinek a helyére érkezik, Nemanja Györgyevics. A PBSK-nál pedig jön Tóth és Antónia pályára. Lehet úgy gondolkozik Szecskó Szekulovics, hogy talán Antóni család át tudja rendíteni a csapatot egy amolyan klasszikus velőtrázó fajtával. A 21 pont, hogy a 11 pontja. Harlernek nem megy ma a büntetőzés úgy, ahogyan egyébként szokott. Marad a 61-50. A második nagyon kellene. Az jó. 62-50. Az utolsó 5 percen belül. Györgyevics, Kovács Péter ott marad, ráemeli, bedobja.
ez bizony lélektanilag nagyon fontos kosár volt a vendégeknek. Tizen belülre kerülnek, 62-53. Halász. Tóth csinálja neki a helyet. Tóth. Német. Ráemeli. Német. Nem jó dobása. Tovább zárkózhat az NK. Kollár. Lados. Tóth mellett bemegy. Kénytelen visszafordulni Lados. Györgyevics kérné, nem kapja. Kollár, ő viszont ráemeli kívülről. Az most nem jó, és a palánk tetején éri a labda. Így a BBSK jöhet előre. Na ezt mondtuk a negyed előtt, hogy senki ne vegye készpénznek, hogy meg van nyerve ez a meccs, mármint a BBSK számára. Már csak 9 a különbség, 62-53. Hagler, Kovács védekezik rajta, már pedig ő nagyon tud védekezni. Nem! Nem! Tóthra fújják a hát szabálytalan elzárást, akit ítélték meg ezt Tóttól. Visszacsinálni nem lehet. Nincs más hátra, védekezni kell. 62-53. Kollár, Györgyevics, Kovács. Eladja a labdát, az NKA. Hagler végigviszi, bedobja! Időt is kéri, mit találverszik. 3,5, a végéig 64-53. Még az előző szabálytalan blokkot reklamálja. Én úgy gondolom, hogy teljesen joggal. Nem haptába kell állni, arányos tervez már. Kovács Péter nagyon jó védekezett, át akarta törni a blokkot, elesett benne. Tehát ilyen kérelet mérkőzésen egy-egy külön faut, akárkit is jelentett, de ez nem a játékban az ő. Tegyük hozzá, hogy ebben a negyedben az NKA pontjainak nagy részét Meleg és Kovács szerezte. Ugye Meleg már nincs ott a pályán, Kovács próbál fölzárkózni ebben a tekintetben. Ebben a negyedben a Pécs, a BBSK eddig csak 9 pontot tudott szerezni, ami azért jelzi, hogy az NKA a védekezésre óriási energiákat mozgósít. Jól is csinálják. Néha bizony még a labda fölhozatalnál is fajok vannak. Nem egész pályán teljesül a támadások, a labda felhozatalán lassítóak. Ebben volt nagyon jó meleg erdő, hogy halász fel a labdákat. 9-17. Ez a negyed eddig. De hát kit érdekel a negyed eredmény, hogy a végén marad egy az előnyből. Kovács dobhatja be a labdát. Jöhet előre, Lados. 64-53, 11 pont közben. Kovács Péterre. Györgyevicstől kapja egy kis elzárás, Benke ráemelhet egy triplát, de az nem jó. És a lepattanó Tóth Norbert elhozza. Halász. Ő hozza fel a labdát. Lados szorosan védekezik rajta. Antóni. Üresen marad Antóni, ráemeli. Nem jó bizony. És Kollár elhozza a lepattanót. Lados. Nem jó. Györgyevics kiadja a második próbálkozást is, de a harmadikat már nem. 6 pontos Nemanja Györgyevics. De kígyózik előre Chase Hagler, és nincsen falt. Megsérül Kovács Péter is. Ajaj. Lados. Györgyevics beleáll egy triplába. Nem dobja be. Megvan a lepattanó. 64-55-nél. Jaj. Veszélyes passz volt ez. Antóni! Györgyevics mellett, Antóni! Benke bedobja. Hát 64-58. 6 pont a differencia, 2 perc a meccsből. Teljesen nyílt a vége. Halász. Ráemeli.
ez nagyon gyenge próbálkozás volt, és így az NKA-é a labda. Bíró Olivén mutatja a többieknek, hogy nyugodjatok meg. Érdekesen vállalások, ez a három pontos is korai volt, illetve Antóniót a center föltette a kezét, tehát a válláig nem ér, és megtalálta a hónalat. Volt még bőven támadó, kellett volna hónalat. És Kovács Pétert le is kellett cserélni az NKA-nál, ő is egy rossz mozdulat után a csípőjéhez kapott. Lados hozza ki előre. Scherer. Kiesik a labda a kezéből, Halász megszerzi. Végig kell vinni, be kell dobni. Értékesíteni kell! Halász! Javítja az előző rossz dobást. 66-58. Benke. Triplát nem nagyon szabad kapni. Rövid! Nincs most igaza a játékvezetőnek megítélésem szerint. Biztos, hogy Tóthor Miról ment ki. Kovács Peti annyira volt sérült, hogy azonnal vissza is jött. Adler! Jön a falt! Nem jön a fal, de a labdát át kell hozni, sikerül. Antóni, Halász, végig kell támadni, nem kell rohanni. Öj! Az nem volt fal, nem bizony. Molnár, le a sarokba, Halász. 7 másodperc a támadó időből, egy kereszt passz, Molnár, egy tripla. Nem. És nem tudja már visszatenni Tóth, letelt a támadó idő, mert nem ért gyűrűt a labda. Kovács beleáll, nem jó. Meg az a labda. Györgyev is pedig ki fog pontozódni. Antóni család. Nagyon védekedett. Az ötödik személy hibája nem anyja Györgyevicsnek. 66-58. 49 másodperc. Én ezen a meccsen nem merem azt mondani, hogy megvan. Te mered? Hogyne. Hogyne lenne. Antóni dobhat büntetőt. 66-58-nál. Csak higgadtan. Az első jó. Az első negyedben volt két büntetője, most egy. Lesz-e itt is és kettő. Jön még kettő. Másodikat kihagyja, jön előre az NK a 67-58-nál. Benke ráemeli, lejön, a lepattanót Kollár összeszedi. Rátvai, Kovács, 10 másodperc a támadó időből. Kovács Péter, Kollár, ráemeli kintről, nem jó. A lepattanót pedig végül elhozza, nem hozza el senki. Bele csapott még Antóni. Ivica Mavrenszky rendeli oda magához az övéit. 30,9 tized másodperc. Csakulovics iszonyú nyugodt. Egy idő csak két, csak a másik egy. De az jókor. Hova kapkodni? Elég, hogy a játékosokat meg tudja nyugtatni. Ő mennyire ideges. Csak két nyugodt. Itt jegyzem meg, a bajnokság során még nem volt olyan hazai mérkőzése a PVSK-nak, ahol a 70-ből nem jött volna ki. Nem baj az, hogy vendéget meg a 60-ból nem jönnek ki, mert nem túl arányra mérik. Hát nekik sem nagyon volt olyan, sőt. Az ember ilyenkor nehezen várja ki ezt az utolsó 30 másodpercet. Főleg úgy, hogy nyilvánvalóan több lesz az, mint 30. Majd az alapvonalról az NK hozhatja játékba a labdát. A PVSK-nál Harler, Halász, Antóni, Molnár és Tóth vannak ott a pályán. A túloldalon Benke, Kovács, Ráthai, Kollár és Vados. Arra nincs
idején hozott a gyűrű alá, két pontosokban. Három pontossal viszélhetett. És közben elkezd talpra állni a BVSK csarnok valamennyi szurkolója. Lados ráemeli a triplát, de már egy támadó hibát véltek felfedezni a játékvezetők. Antoni Csanától pedig az a mindig is ott lévő kedvesség kisugárzik ismét egy jellegzetes mosoly formájában. 67-58. Halászlop adja be. Harler. Faltolnak vajon? Sok értelme nincsen. Sikerül áthozni Antoni Csanád. Hárman lecsapdázzák Antonit. Földobá! Milyen földobá? Hűljem az meg! Hát egyszerre birtokolta a labdát Antoni Csanád és az Enge a játékosa, legalábbis a játékvezetők szerint. Rálépett a vonalra Lados, de nem is megy be a labdája, és a lepattanót végül Kollár hozza el. Lados, Benke, Kollár a sarokból, az sem jó. Harler, még 6 másodperc, még megmenti, Halász, át kell hozni, a végén el kell dobni. Nem megy be, de itt a vége, a BVSK Veolia 67-58-ra legyőzi az NKA Bécs együttesét. A bajnoki finálé második meccsén ezzel az már végérvényesen eldőlt, hogy még egyszer játszhat majd hazai pályán a BVSK fináléval. Stromi! Igen, óriási csata volt. Aliciával szoktam ilyenkor mondani, hogy jó utat kívánok a rendőr csapatnak, és valóban ők is nagyon küzdöttek. 21-ből jöttek, mert mindent megpróbáltak, igazi férfias csata volt. Tehát ezt a jó utat nem nagyon kell kívánni, mert egy kilométerre vannak innen, és külön jöttek már. Nagyon-nagyon várjuk a folytatást. Ami valószínűleg hasonlóan izgalmas lesz, kedves szurkolók. Azokkal a képekkel búcsúzunk el, amelyeken azt láthatjuk, ahogy a BVSK Veolia játékosai a középkörben megköszönik azt a bíztatást, amit kaptak a Szavosi Nándor sportcsarnok közönségétől, amely pókoli hangulatot teremtett. Kicsi a csarnoka a BVSK-nak, nem félnek be nagyon sokan, 550-600 szurkoló lehetett ma itt, de hogy egészen elképesztő hangulatot varázsoltak, az minden kétséget kizár. Elmondom még egyszer a végeredményt, PVSK Veolia, NKAP és 67-58, ezzel a bajnoki finálé állása 1-1. Folytatás kedden az NKA arénában. Hát bízunk benne, hogy jobb napot fogadja a PVSK akkor, mint tette az első napon, például olyat, mint ma. Vojtek Aurél munkáját, szakértő hozzászólásait köszönöm szépen, ahogyan az önök megtisztelő figyelmét is, a viszontlátásra, a viszonthallásra.